Tisztelettel köszöntöm az Újpest Televízió kedves nézőit, ez az Újpesti Sport. Két vendéget köszönhetek most a stúdióban, Szabó Zsoltot, a Vízművek SK elnökét, és Farkas Norbertet, nehéz lesz kimondani, az utánpótlás koordinátorát, a labdarúgó utánpótlás koordinátorát, úgyhogy elkezdjük a beszélgetést, érdekes téma lesz, ígérem. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Sziasztok, ugye tegeződhetünk, elnök úr, hiszen 432 és fél éve ismerjük már egymást. Még én is szittalak, amikor fújtad azt a bizonyos sípot a futballpályán, de ez most nem erről lesz szó. Tehát nem azért ültök itt, mert a labdarúgás problémáiról, szépségeiről szeretnénk beszélni, a felnőtt labdarúgásról, hanem egy nagyon-nagyon érdekes és szerintem izgalmas kezdeményezésről hallottam, azonnal rácsapott az Újpest Televízió. Kit kérdezek először? Elnök úr, téged? Zsolt, mi is lesz ez? Mi is lesz ez, ami hát én bevallom őszintén, borsozott a hátam az örömtől, amikor meghallottam. Igazából ez egy teljesen új kezdeményezés lesz Újpesten. Közel 30 óvoda van Újpesten, és azt jelenti, hogy nagyon sok gyermek van ott, és arra gondoltunk Norbival, aki a Fővárosi Vízenek sportkörhöz csatlakozott, mint utánpótlás koordinátor, és az ő feladata lesz az utánpótlás rendszerének kiépítése, mert azért dolgozgatunk, de nincs igazán rendszerbe foglalva az egész. Szóval arra gondoltunk, hogy ezt a közel 30 óvodát meghívnánk a Fővárosi Vízenek sporttelepére, hiszen nagyon büszkék vagyunk a sporttelepünkre. Egy az, hogy lássák azt, hogy Újpesten a nagyok mellett van egy kis egyesület, amely nagyszerű körülményeket biztosít a gyermekeknek. Kettő az, hogy nem elég korán kezdeni a sportot. Kijönnek, jól érzik magukat, futballoznak. Ez lesz az első újpesti Baby Liga, ahogy mi elneveztük. Újpesti Baby Liga. Csak azt a picit belekapaszkodok egy fél mondatodba, hogy azt mondod, hogy vannak Újpesten kisebb, hogy vegyék észre, ismerjék meg. Hát én emlékszem sok évvel ezelőttre a kisebbre úgy hívták, hogy Cérna. Ugye? Aki a Cérna pályán nem futballozott, az szerintem nem is volt Magyarországon labdarúgó. Tehát ennyit. És most szeretném elmondani a kedves nézőknek, hogy igenis tessék kivinni a gyerekeket, még akkor is, hogyha az ovi nem biztos, hogy de szerintem az ovik is beszállnak ebbe a buliba, mert ilyen gyönyörű sporttelepet nagyítóval kell keresni az országban. De visszatérve, mi lesz a te feladatod, Norbert? Ez azért gyerekek, ovis gyerekek, hát Jézus Mária. Mindenekelőtt köszöntöm a újpesti nézőket, a televízió nézőit, és idestől 20 éve élek Újpesten, először szerepelek az újpesti televízióban. De nem utoljára. Nagyon bízom benne, épp azon gondolkoztam a délelőtt, hogy megfordultam már a spanyol televízióban, a brazil televízióban, a Globóban, amit több 10 millió ember néz, de Újpesten még nem, és ott álltam mindig az újpesti televízió előtt, hát egyszer engem is meghívnak. A viccet félretéve, óriási megtiszteltetés, hogy felajánlott ezt a lehetőséget. Elnök úrban nem szereti, hogyha elnök úrnak tituláljuk. Azt hiszem, hogy a nexus az nem attól függ, hogy az ember hogyan szólítja a kollégáját. Az ember, ugye én jó magam, rengeteget kaptam a futballtól, tehát megpróbálom ezt valamilyen szinten vissza is adni. Ráadásul, hogyha mindezt a környezetemben tehetem meg, akkor az még jobb. Nem utolsó sorban meg kell ismertetnünk a sporttelepet az újpestiekkel, a környékbeliekkel. Ez nem olyan, mint a, ugye nemrég volt a költészet napja, ez nem olyan, mint a Holtvidékben, hogy fölemeljük a sorompot, és hát ha betéved egy malac és kukorica tábla szalad csövestül, meg kell ismertetnünk a környékbeliekkel a telepet, kezdjük az óvodásokkal, és egészen a szeniorokig el szeretnénk menni. Tehát ez nem egy állomás, és itt ebben a pillanatban befejeztük, hanem ez egy több állomásos folyamat, legalábbis az én fejemben így állt össze, hogy a vízművek minél többen megismerjék. És ugye itt műsorvezető úr is rákérdezett a kisebb műhelyekre, azért, hogyha megnézzük a magyar válogatott összeállítását a bolgárok ellen, vagy mondjuk a korábbi mérkőzéseket, akkor meglátjuk, vagy észrevehetjük, hogy ezek a srácok, de őket a kis műhelyekből, Szoboszlai Dominika Főnixből, Sallai is szintén onnan. Hát ezért mondom, persze, ezek Siófokról például, Bolla,
úgy szintén a Phoenixből. Klein Heisler, aki korábban futballozott a harmadik kerületből, de mi is büszkélkedhetünk. És legyünk a vízművek, mert a vízművek előbb-utóbb, ugye? Én már tudom azt, hogy ott is onnan már jöttek ki, és le, ugye? Így van, hát ugye Kleisz Márk válogatottságig eljutott, és a legutóbb Köböl Krisztián volt az, aki NB2-ig jutott el, és a hétvégén, illetve hétfőn az MTK ellen a győztes gólban is tevékenyen részesült. Tehát tőlünk is el lehet jutni a legmagasabb szintig. Igen. Nyilvánvaló az, hogy mi tudjuk, hogy mi a helyünk a magyar labdarúgásban. Tehát nekünk elsődlegesen az a célunk és az a feladatunk, hogy egészséges embereket, fiatalokat neveljünk, lehetőséget biztosítsunk a sportolásra, hiszen az az egész gazdaságnak, Magyarországnak jó, hogyha ebben a fiatal korban már sportra neveljük az embereket. Zsolt, azért mondjuk el, mert beszéljünk erről a tornáról, hát óriási. Hogy álltatok neki? Tehát ugye közel beszélgetünk, 30 ovi van itt a kerületben, ha körülnézünk, nagyon sok iskolában és óvodában is van ez a mini foci pálya, ez egy nagyon jó kezdeményezés volt valaha. Honnan tudnak az óvodák erről, hogy lesz ez a jambori? Igazából minden igazgató hölgynek, igazgató asszonynak küldtem egy levelet hétfőn személyesen névre szólóan, úgyhogy személyesen megszólítottam őket. A terveink azok, hogy egy plakátot is fogunk készíteni erre, amelyet az újpesti önkormányzat segítségével fogunk eljuttatni az óvodákhoz. Illetőleg hát a Norbival azt beszéltük, hogy nyilván egy kis időt kell adni az igazgató asszonyoknak, hogy fölmérjék, hogy hányan szeretnének ezen részt venni. Ezt követően a Norbi lesz, aki felveszi velük közvetlenbe a kapcsolatot. Tervek vannak arról, hogy mikor rendeznétek ezt a, hát én nem nevezem bajnokságnak, de azt hiszem, ez a jambori, ez a legjobb szó. Mondd még egyszer, kérlek. Baby Liga. Baby Liga. Első újpesti Baby Liga. Első. Ennek egyébként gyökerei vannak. Tehát, Dél-Amerikában, kiváltképp Uruguayban, de Argentinában is van egy rendkívül találó és eredményes baby futballbajnokság. Valójában az ötletet Montevideóból vettem, ezt a bajnokságot elég jól ismerem, és ez állami szinten működik. És hogyha megnézzük, mondjuk átmenjük a La Plata folyó másik oldalára, akkor azt látjuk, hogy a világbajnok argentin válogatott 97,4%-a kisműhelyekből a baby futballból került ki. A baby futball az azt jelenti, hogy nagyon kiskorban, 4-5 évesen elkezdenek futballozni Uruguayban vagy Argentinában, tehát általában 2 évvel korábban, mint mi, és ez sok mindent jelent. Tehát baby futball értelemszerűen kicsik játszanak, kis pályán fognak játszani. És tulajdonképpen az egész labdarúgásnak ez a lényege, hogy nem megkötve a gyermekeket különböző taktikai variációkkal, hogy eljussanak az egyik kaputól a másikig, minél több gondolatot megfogalmazva és gólt szerezvén. Tehát ez egy abszolút új kezdeményezés, amit én Dél-Amerikából, Uruguayból és Argentinából próbálok meghonosítani nálunk, figyelve arra, hogy milyen fontos minél korábban elkezdeni a labdarúgást, mert hogyha nem kezdjük el korán a labdarúgást, akkor messzire nem jutott. Azért húzzuk azt alá, ahogy szoktam mondani, hogy azért ez egy játék lesz a gyerekeknek, ugye? Abszolút. mert hát én is egykori sportolóként, sőt, rúgtam a labdát is annak idején, nagyon-nagyon régen. Hát amikor már 10-12 éves gyerekeknek a szurkolói ölre mennek, hogy szóval ezt nem szeretnénk látni. Abszolút nem. És az a cél, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, a szülők, akik kijönnek, lássák azt, hogy jó helyre hozták a gyermeküket, jó környezetbe, már dicsekedhetek vele, hogy virágoznak a fák, zöldenek a fák, gyönyörűen kizöldül a sporttelep, május 20-ára egészen biztosan, és akkor jöjjenek, érezzék jól magukat, ami fontos, minden kisgyermeknek valami kis apró ajándékot fogunk adni, egy oklevéllel, mert gyakorlatilag pontosan tudom, mint a közösségi oldalakon sűrűn megjelenő személy, hogy egy szülő
nagyon boldog, amikor a kisgyermeke egy oklevelet kap egy akármilyen tornán, pláne ha a nyakába valamilyen éremre kerül, és az ismerősei szemében a cukiság faktor az egekbe száll, mert ezt szeretik a gyerekek, és mi magunk is arra készülünk. Jöjjenek ki, futballozzanak, érezzék jól magukat, és egy kellemes sportélménnyel, vagy nem is sportélménnyel, élménnyel támogatnak élménnyel. Fővárosi Vízműek sportteletéről. Te Norbi, egységes szerelés kell, vagy tehát az valamit gondolom, ha már csapatok vannak azért, milyen cipő, hogy menjenek ki a gyerekek? Tehát, mert mégiscsak azért valamit sportolgatni fognak. Focizgatni fognak. Ezek a gyerekek, akik oda kijönnek és focizni akarnak, ezeknek a srácoknak már igen nagy rutinjuk van a labdarúgást vívalapul. Ezt személyes tapasztalatként is ez tudom jó mondani, hiszen van egy 6 éves kislányom, aki focizik. Tehát, mit csináljon? Nem azért, mert én persze nyomás alá helyeztem, hogy focizzon. A mai gyerekek, egy 5-6 éves gyerek kiválóan tudja, hogy mit kell neki fölvennie május 20-án, hogy kijön hozzánk focizni. Megkülönböztetőket természetesen biztosítunk, labdákat, kapukat, tehát ez egy... Ha már azt mondtad, bocs, hogy közbevágok, azt mondtad, hogy kisebb pálya, a kisebb pálya mit jelent? Gyakorlatilag a Bozsik programnak megfelelő pályákat, ez ebből a szemben nem szeretnénk módosítani a pályákat. A lényeg az, hogy kis területen játszanak a gyerekek. Igen, abszolút. Labda. Természetesen az is lesz. De milyen? Hármas labda. Hát teljesen normális. És ami még nagyon fontos, hogy a füves pályára tervezzük. Nem a műfüves pályára, hanem a füves pályára, mert tudjuk jól, hogy a futballisták a füves pályát szeretik. Természetesen van olyan időszaka az évnek, amikor a műfüves pályát használják, de most a füves pályán reményeink szerint, ha annyi jelentkező lesz, akár 6 pályát is föl tudunk állítani. Elintéztétek a jó időt? Hát azt a korábbi elnök Nagy Miklós szokta intézni, úgyhogy bízom benne. A Miklósnak szóljunk, a pápa meg különben is most jön éppen a Szent Atya, most jön, hát kéne szólni, hogy intézd el ott fönt, hogy 20-ára jó idő legyen. Általában bármit a Miklósra bízunk, az mindig az el mindig van intézve, úgyhogy beszéltem vele és mondtam, hogy ez legyen kedves ő intézni, és akkor biztos vagyok benne, hogy jó idő lesz. Természetesen erre is készülünk, hogy ha az időjárás előrejelzés veszélyt jelentő, akkor természetesen vagy módosítunk rajta, vagy hát ez a legkisebb dolog, amire gondolunk, hogy törölni fogjuk, mert ugye ami nagyon fontos, egészségben, biztonságban és jó élménnyel távozzanak a gyerekek, ha oda jönnek és megáznak és csulomvizesen mennek haza, ráadásul meg is fáznak, akkor biztos, hogy az anyuka nem akarja odahozni, mert egy rossz élménnyel támadik. Bocsánat, persze. Ugye a három elleni játékot fogjuk játszani, hiszen így tudnak a gyerekek leginkább, ugye 4-3 ellen néztünk, mikor ti is kimentetek a két térre, akkor hogy voltak 4-en, akkor 4-3 ellen játék, 4-7-en voltatok, úgy osztottátok el a kígyeset. Tehát gyakorlatilag a gruntfocit majdnem vissza tudjuk emelni. Szeretnénk győztest avatni, természetesen, de nem szeretnénk semmilyen fajta nyomást helyezni sem a szülőkre, sem pedig a gyermekekre. Tehát ez nagyon nem jó. Egy olyan fajta lebonyolítás lesz, hogy lesz egy elődöntő és lesz egy döntő. Hanem minden egyes esztendőben ugye szeretnénk hagyományt teremteni, minden egyes évadban mi eldöntjük, hogy adott esetben ki fogja elvinni a díjat. Lehet, hogy az, aki a legkevesebb gólt kapja, aki a legtöbb gólt szerzi, aki a legtöbb pontot gyűjti, aki minden évben ki fogunk találni valamilyen fajta alapot ami semmilyen fajta pressziót nem helyez a gyermekekre, hiszen a dolgnak a lényege, amire nagyon találóan rákérdeztél, az ünnep. Tehát a labdarúgás, én mindig azt mondom, az egy ünnep. Az egy fiesta, élvezni kell semmilyen fajta nyomás nélkül, főleg apró gyerekként. Ez most nem a szakmai kérdés, de ugye a mindennapokat éljük, és hogyha a 21. században ma már gépkocsival járnak a családok nagy része, a gyerekeket így viszik, úgy viszik ide, akár még az óvodába is, meg az iskolába is. Hol tudnak leparkolni, hogyha a vízművekhez a pályára megérkeznek a családok autóval? Van ott esély arra, hogy meg tudnak állni? Közel 3 évvel ezelőtt új rendet kellett bevezetni a sporttelepen, hiszen annyi gépjármű
volt, annyi gépjármű jött be a sporttelepre, hogy a kisgyermekeket veszélyeztették. Tehát aki volt a sporttelepünkön, tudja, hogy egy hosszú betonos út van, és ott végigálltak az autók, most a környezetszennyezésen lépjünk túl, de én akkor, amikor a kisgyermekek ugráltak az autók között, akkor úgy döntöttem, hogy ezt semmiféleképpen nem fogom engedélyezni, és mivel jobb megoldást nem találtunk, jelen pillanatban sorompóval van lezárva a sporttelep. Ugyanakkor kettő parkoló van, az egyik a közvetlenül a bejárattal szemben van, amennyiben a szülők ezen az alkalomkor gépjárművel jönnek, azt a részt meg fogjuk nyitni, uh-huh. ott közel 40 autó tud parkolni. Ezen kívül a bejárat előtt közel 50-60 autó tud parkolni, tehát egy időben akár 80 autó tud parkolni, tehát én azt gondolom, hogy ilyen jellegű probléma nem lesz. A sporttelepet azért is zárjuk sorompóval, hiszen az a sportról szóljon, a teniszpályák mellett ne az autók álljanak, akik a benzingőzt, vagy akármilyen káros gőzt bocsátanak ki, mert az nem tesz jót a sportolóknak. Summa summarum, a foci ünnepe lesz május 20-án, bízunk benne, hogy május 20-án szikrázó napsütés lesz. Ott lesznek a gyerekek, ott lesznek a szülők, talán még ott lesznek a hobonénik is, mert miért ne lennének ott. Egy utolsó kérdés. Lesz ott X gyerek. Azért figyelitek majd, hogy melyik ügyes, és akkor utána kopogtatni, hogy haló, nem akarsz a vízművekbe focizni? Ez nincsen hátsó gondolat, nincs ilyen? De van, mondjam, az elsődleges van. Szempont az, hogy megismertessük a gyerekeket ezzel a létesítményre, de kiváltképp a szülőket. Igen. Tehát, hogy a szülő el tudja dönteni, hogy a gyermekét ide szeretné hozni, focizni. Hogy tudja azt, hogy lássa, hogy jó környezetben, jó kezekben van. Diplomata, nem válaszol a kérdésemre. A dolognak a lényege az, hogy mi az utánpótlásunkat föl szeretnénk építeni. És természetesen nagyítóval figyelünk mindenkit, de mindenkit szeretettel várunk. Tehát egyébként nem teszünk különbséget tehetséges és kevésbé tehetséges gyermek között. Mi azt szeretnénk, hogyha kijössz majd valamikor, és szeretettel várunk az ünnepségre is, és mindenkit, aki nézi ezt a műsort, ha kijössz, akkor azt lásd minden délután, hogy gyerek zsivajtól zúg az egész Megyeri út. És a tele. Majdnem azt mondtam, hogy elbúcsúzom a kedves nézőktől és tőletek, de még egyetlen egy kérdés. Azért úgy meghívjátok a többi egyesületnek a vezetőit is erre a rendezvényetekre? Teszem azt, UTE, UFC, C, hogy lássák? Alapvetően játékvezetőként én szeretek tiszta lappal játszani. Tehát fölvettem az Újpest FC-vel is a kapcsolatot, és a mai nap folyamán, illetve fogom az újpesti TIE képviselőjét fölhívni, tájékoztatni őket. Mi nem egy hátsó szándékkal bárki ellen szeretnénk dolgozni, vagy találtuk ki ezt a programot, hanem azért, hogy a gyerekeket, szülőket arra a sporttelepre, ahol lehet, hogy egyébként nem is jutnának ki, kijöjjenek, megnézzék, hogy milyen körülmények között vagyunk. És nekünk ez a célunk. Ha ebből az, akiből elsőre nem látszódik, hogy világbajnok lehet, de hozzánk jön futballozni, én annak örülök. Nyilván azért tudjuk azt, hogy az Újpest FC meg az UTE más szintű munkát végez. Mi tudjuk, hol a helyünk. Ezzel együtt szeretnénk együtt dolgozni a nagyokkal. Köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert ez nagyon fontos volt, és tényleg, ha lehet, hogy a kedves nézőket ennyire nem érintette meg, de engem nagyon megérintett ez a pár mondatot, hiszen nem ellenfelek vagytok ezeknek a kluboknak, hanem igenis kéz a kézbe kéne a magyar labdarúgásra, az újpesti labdarúgásért dolgozni. Legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozunk május 20-án, minden bizonnyal ott leszünk. 9 óra 30-kor. 9 óra 30, 9 óra 25-kor, mi akkor már ott vagyunk. Köszönjük szépen a meghívást, vigyázzatok magatokra, dolgozzatok, jövünk és találkozunk. Köszönjük szépen.
Kedves nézőink, ennyi volt erre a hétre az Újpesti Sport. Azt hiszem, hogy érdekes kis beszélgetés volt ez. Remélem, önök közül is sokan kilátogatnak majd május 20-án a Vízművek SK sporttelepére, hogy lássák azt, hogy az unokák, a pici gyerekek hogy rúgják a labdát. Vigyázzanak addig is magukra, maradjanak egészségesek, hogy találkozhassunk. A viszontlátásra!